Földrajz 7. osztály, olajfolt a tenger. A mexikai öbölben 2010. április 20-án robbant fel, majd elsüllyedt a Deepwater Horizon olajfúró platform. Balesetben 14 ember meghalt. Az olajfolt most 74.100 négyzetkilométeres, vagyis majdnem akkora, mint a Cseh Köztársaság. A tenger fenekén lévő útfejek csaknem 3 hónappal később, július 15-én sikerült elzárni, addig Kolumbia Egyetem kutatói szerint 700 millió liter nyersanyag ömlött a tengerre. Ezeket a híreket lehetett olvasni az Indexen 2010 áprilisában, illetve júniusában. Ehhez hasonló híreket évről évre hallhatunk a tévében, és most vizsgáljuk meg, hogy hogyan viselkedik az olaj a vízben. Kísérlethez szükséges anyagok és eszközök. Szükségünk van 2 főzőpohárra, kevés vízre, illetve olajra. Az egyik főzőpohárban öntsük bele a vízet. Öntsük bele egy kevés olajat. Végül öntsünk bele vizet. Vizsgáljuk meg, hogy mit tapasztalunk. A főző pohárban sűrűség különbségeket lehet észrevenni. A méz a legnagyobb sűrűségű, a főző pohár legalján helyezkedik el. Az olajnak a legkisebb a sűrűsége a víz tetején fog úszni. Következő egben a másik főzőpohárba ugyancsak rakjunk egy kevés vizet. Elemlámpa segítségével világítsuk meg mind a két főzőpoharat, és nézzük meg, hogy miket tapasztalunk. Azt lehet tapasztalni, hogy az olajon kevésbé hatol át a fény, mint a vizen. Pedig az olaj, amit a főzőpohárba töltöttünk, csak sütőolaj, sokkal világosabb, mint a tengerekre kiömlő nyers kőolaj. A fény tompításánál is nagyobb veszélyt jelent, hogy a levegő oxigénjétől teljesen elzárja az eltörölő olajfolt a vizet. Így oxigénhiány lép fel, ami sok tengeri élőlény nem képes elviselni.